Cegléd sokszor nevezik a kerékpárosok városának. A 20. században jellemző kép volt a város utcáin a kosarakkal megrakott kerékpárral piacra igyekvő termelő. De az elérhető távolságok miatt a mindennapi közlekedésben is nagy szerepet játszott a bicikli. Mára a megnövekedett forgalom miatt szintén jó alternatívát kínál a kerékpár a mindennapi életben. De sport és rekreációs céllal is egyre többen használják. Ezért az elmúlt évtizedekben a város mindenkori vezetése törekedett arra, hogy minden lehetőséget megragadva fejlessze a település kerékpáros közlekedési infrastruktúráját. Az elmúlt 10 évben kormányzati támogatásból és a város saját forrásából új kerékpárút épült a Pesti út, a Felszegi út és a Kőrösi út mentén. Kerékpárral elérhetővé vált a külső Kátai út, így biztonságosan megközelíthető az ottani ipari övezet egy része. A fejlesztések eredményeként a települési kerékpárút hálózat bővült, a kerékpáros közlekedés biztonság javult, és ezáltal a település népesség megtartó képessége is növekedett. 2022-re mintegy 1,2 milliárd forintból megépült Európai Uniós támogatásból 3 település konzorciumában, a Nagykőröst Cegléddel összekötő kerékpárút is. A 441-es úttól leválasztott 2 sávos kerékpárútnak köszönhetően megszűnt az a rendkívül baleset veszélyes állapot, amely a közlekedést addig jellemezte. A ceglédi belterületi szakaszon is leválasztott gyalog és kerékpárút halad egészen a déli út becsatlakozásáig. Ez a beruházás a közlekedés biztonság javítása és a térség turisztikai felfedezése mellett az egészségmegőrzés szempontjából is kiemelt jelentőségű. 2022-re szintén Európai Uniós támogatással Cegléd északi ipari kereskedelmi övezetének becsatolása a Városi Kerékpárhálózatba című pályázatnak köszönhetően elkészült a várost a szűcstelepi városrésszel és az ipari parkkal összekötő kerékpárút és kerékpársáv. A Jászberényi úton a körforgalomtól a vasúti felüljáron keresztül halad a kerékpársáv, illetve a kerékpárút, a szűcstelepi városrészre egészen az ipartelepi útig. Ezzel az észak-ipari kereskedelmi övezet összekapcsolódik a várossal. A beruházás elkészültével az északi ipari kereskedelmi övezet könnyen és biztonságosan megközelíthetővé vált a többi városrészből érkezők számára, valamint a Szűcs és Kernács telep lakói közvetlenül összeköttetést kaptak a város többi kerékpárútjához. Így biztosítva az itt élők könnyebb mozgását a városon belül. Ennek köszönhetően növekedett a mindennapi közlekedésben a kerékpáros közlekedést választók aránya. Ezáltal is csökkentve a károsanyag kibocsátási szintet, amely hozzájárul az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához a térségben. A beruházásnak köszönhetően csökkentek a kerékpáros balesetek számai is, mivel a munkába járók és a városrész lakói is biztonságosan megközelíthetik úti céljaikat. Kisfilmünkben részletesen bemutatjuk a szabályos gyalogos, illetve kerékpáros közlekedést az elkészült beruházás vonatkozásában. A körforgalomnál található a gyalogosok, illetve a kerékpárosok részére az utasítást adó jelző tábla, amelyen egy vonal is látható. Ez megmutatja, hogy a kerékpárosoknak, illetve a gyalogosoknak hol kell az úton közlekedniük. A hátunk mögött látható egy elsőbségadás kötelező jelzőtábla, amely a kerékpárosokra vonatkozik. Az útburkolatjel is mutatja, hogy hol kell a kerékpárosnak közlekedni, és hol kell a gyalogosoknak közlekedni. Az útburkolatjelen látható az is, hogy ha a kerékpáros a kerékpáron ül, akkor elsőbséget kell adnia. Ez azt jelenti, hogy a járművezetőkkel szemben a kerékpárosnak nincsen elsőbsége. Abban az esetben lesz elsőbsége, hogyha a kerékpárról leszáll, és a gyalogosok közlekedése szerint a kerékpárt áttolja a kijelölt gyalogos átkelő helyen. Ha a kerékpáros úgy dönt, hogy fönnmarad a kerékpáron, és át szeretné tekerni az utat keresztező kerékpárúton, ebben az esetben akkor tekerhet át, hogyha őt a gépjárművek elengedik, lemondanak az elsőbségükről, avagy megvárja a kerékpáros, amíg szabad az útja, és ebben az esetben tud áttekerni a körforgalomnál. Az előbb hallott szabályok a körforgalomnál található összes kijáratra vonatkoznak a kerékpárosok és a gyalogosok részére. A körforgalomban természetesen nem lehet kerékpárral behajtani. Ha fel akarunk menni a felüljáróra, akkor tábla is jelzi, hogy kerékpárral behajtani tilos erre az útra.
akik a felüljáron szeretnének áttekerni, részükre kerékpárutat jelöltek ki. A kerékpárutat jelző tábla fölött egy tájékoztatást jelző tábla látható, amely egyirányú utat jelez. Ez azt jelenti, hogy a kerékpáros csak a szűcstelepi városrész felé közlekedhet kerékpárjával. A városközpont felé nem közlekedhet, illetve gyalogosok sem vehetik igényben ebben az esetben a kerékpárutat. Amikor a kerékpáros leérkezik a felüljáróról, itt ugyanaz a forgalmi rend fogja várni, mint a körforgalomnál. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárosoknak meg kell állnia, és nekik kell elsőbséget adni a gépjárművezetők részére. Amennyiben itt is leszáll a kerékpáros, gyalogosnak minősül, és a kijelölt gyalogos átkelő helyen elsőbsége van. Amennyiben a kerékpárosok a városközpont felé szeretnének közlekedni, a kerékpárutat már nem vehetik igényben, hiszen jól látható, hogy egy behajtani tilos tábla van kihelyezve. Az Infineon felé tovább haladva, gyalogosan és kerékpárosan egyaránt, ismételten gyalog és kerékpárút található, amelyet útburkolati jel is jelez. Az utat keresztező kerékpárúthoz közeledve, itt már a kerékpárosnak nem kell elsőbséget adnia a járművezetők részére, szabadon áthaladhat. Azonban mindenféleképpen körültekintőnek kell lennie, mielőtt átkel az utat keresztező kerékpárúton. A kerékpárúton kell tovább haladnia a kerékpárosnak, hiszen a Jászberényi útra nem hajthat ki. A Jászberényi úton kerékpárral behajtani tilos tábla található, a kerékpárosnak addig kell igénybe venni a kerékpárutat, amíg az tart. A Kosárhegyi útról tovább haladva a kerékpárosok részére kétirányú forgalmú kerékpár utat alakítottak ki. Ez azt jelenti, hogy a kerékpáros a városközpont felé, illetve az Infineon felé is tud tovább haladni. Elérkeztünk a gyalog és a kerékpárút vége jelzőtáblához. Ez azt jelenti, hogy a kerékpárosoknak le kell szállni, és a gyalogosok közlekedése szerint kell az útjukat tovább folytatniuk. A gyalogosoknak két lehetőségük van, vagy elmennek jobbra, és átkelnek a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, a kerékpárt áttolva, innen a Jászberényi úton fölülhetnek a kerékpárra, és tovább közlekedhetnek. Illetve gyalogosan elfordulhatnak még balra, az Infineon felé, itt is ugyanaz a szabály lép érvényben, hogyha kerékpárunkat toljuk, áttoljuk az úttest túloldalára, és az úttest jobb szélén felülünk a kerékpárra, és folytathatjuk tovább az utunkat. A városközpont felé tovább haladva látható, hogy gyalogutat jelöltek ki a gyalogosok részére. Itt csak a gyalogosok közlekednek, kerékpárral ezt az utat nem lehet igénybe venni. A kerékpárosok részére útburkolati jel jelzi azt, hogy ha a kerékpárútról letér a kerékpáros, akkor a Jászberényi úton, ugye a felüljáron a nyitott kerékpársávot veheti igénybe. A kerékpárosokon kívül a nyitott kerékpársávot más járművek is igénybe vehetik. A Jászberényi út főútvonal, ezért 12 éven aluli gyermekek főútvonalon nem közlekedhetnek. Ez azt jelenti, hogy a 12 éven aluli gyermek a nyitott kerékpársávot nem vehet igénybe. Ebben az esetben, hogyha a városközpont felé halad tovább a gyermek, akkor a gyalogosok közlekedése szerint a kerékpártolva a gyalogutat kell igénybe vennie a gyermekeknek. A felüljáró tetején a nyitott kerékpársáv megszűnik. Ezt követően kerékpáros nyom található. A kerékpárosok ezen a nyomon haladhatnak tovább a városközpont felé. A híd tetejétől ismételten nyitott kerékpársávot vehetik igénybe a kerékpárosok a városközpont irányába. Azonban a híd lábánál a nyitott kerékpársáv megszűnik, és kerékpár úton és gyalogúton folytathatják tovább útjukat a kerékpárosok.